Istenünk, Te megadtad, hogy ezt az épületet, amelyet az oktatás és nevelés céljára rendeltek, felújítsuk. Add kérünk, hogy akik tanítás vagy tanulás végett itt összegyűlnek, mindig az igazságot keressék, és elismerjenek Téged, mint az igazság egyedüli forrását. Dr. Udvardi György megyés püspök áldotta meg a Balogantal Katolikus Iskola Kossuth Lajos utcai megújult épületét. A beruházásra, melynek köszönhetően új külsőt kapott az alsó tagozat otthona, a pécsi egyházmegye biztosított mintegy 20 millió forintot. Az oktatás alapvetően bizalomra épül. A szülők bizalmára bíznak az egyházban, bíznak a pedagógusokban, legféltettebb kincsüket rábízzák a pedagógusokra, és természetes elvárás az, hogy olyan körülmények vegyék körül a gyermekeket, ahol a lehető legjobb módon tudnak felkészülni arra, hogy az életben helytálljanak. Itt tehát fontos, hogy a körülmények is nem csak megfelelőek legyenek, hanem látványosan szépek is, van még tennivalónk. Terveik közül a tornacsarnok építését emelte ki dr. Udvardi György. Azt mondta, az előkészítés fázisain túl vannak, az engedélyek rendelkezésre állnak, a területet az önkormányzat biztosítja, a beruházáshoz szükséges forrásokat keresik. Mikor a vagyonátadás volt 1994-92-ben, ezt követően az önkormányzat megszavazta azt, hogy legyen Pakson katolikus iskola, akkor támogatta az önkormányzat, hiszen akkor még önkormányzati, illetve jegyzői hatáskörbe tartozott az iskola engedélyezése, támogatta az iskola létrejöttét, a képviselőtestület folyamatosan anyagi támogatást is biztosított, az első felújítást a 90-es évek elején az önkormányzat végezte el, és továbbra is például fenn van az a szándék az önkormányzat részéről, hogy amennyiben a fenntartó egyház valamilyen módon forrást tud biztosítani a hiányzó tornacsarnok megépítéshez, akkor az önkormányzat a telket igen jutányosan biztosítja. Ezt a rendezési tervünkben félre is tettük itt a Templom utcában az erre vonatkozó önkormányzati ingatlant. A Kossuth Lajos utcai épület mostani felújítását is támogatta az önkormányzat, 1 millió forintot biztosítottak a beruházáshoz. A Városépítő Bizottság megszavazott erre 1 millió forintot, mint ugye műemlék jellegű műemlék épület is, és úgy gondoltuk, hogy ha az iskola pályázik, akkor az iskolának a pályázatát el kéne tudnunk fogadni. Mindenképpen érdekünk fűződik ahhoz, hogy ez az épület, ez a patinás épület itt Paks város szívébe, hogy megújuljon, ahova a gyerekek járnak. Tehát mi mindent elkövettünk érte, ennyit tudtunk adni, és úgy gondoljuk, hogy attól, mert egyházi iskola, ugyanúgy a mi gyerekeink járnak ide, a paksi gyerekek járnak ide, tehát ugyanúgy magunkénak érezzük, Paks magáinak érzi ezt az épületet így is. A megújult épületben 5 osztályban több mint 100 alsó tagozatos kisgyermek tanul. Az elmúlt években nagyon sokan, akik itt elmentek az iskola előtt, lehajtották a fejüket, vagy elfordították az iskola külső állapota miatt, az épület külső állapota miatt. És most azt látjuk, hogy a járókelők, idegenek megcsodálják ezt az épületet, és ez számunkra azt üzeni, hogy újra figyelem fordul az iskolánk felé. Ez a figyelem megnyilvánul a fenntartó a Pécsi Egyházmegye részéről, és személyesen dr. Udvardi György, pécsi megyés püspök úr részéről is, hiszen már a második épületünk az elmúlt 2 esztendőben, ami új külsőt kap, és ez jelentheti a szülők számára is azt, hogy jó helyre iratják a gyereküket, nem csak azért, mert figyelünk az épületeinkre, hanem fontosnak tartjuk azt a belső tartalmat, azt az értékrendet, amiért fenntartjuk az épületeinket. A beruházás keretében új tető került az épületre, a falakat szigetelték, megtörtént a nyílászárók külső felújítása, emellett újra vakolták, majd festették a házat. Az intézmény igazgatójának tervei között szerepel az udvar rekonstrukciója is.